most pedig rántott húst fogunk készíteni. Glutén, ter és tojásmentesen. Tartsatok velem! Most felszedjük szépen a húst. És nem akarok olyan pici, meg olyan nagy szereteket sem, úgyhogy nagyjából ilyen, hát olyan 6-7-8 mm széles szereteket fogok verni. De hogyha nagy szeretet szeretnénk, akkor tudunk verni nyitott szereteket, azt pedig úgy működik, hogy újra a kis húsinkat, majdnem végigbeverjük, de csak majdnem, és levedjük a másik felét. Ezt hívjuk nyitott szeretnek, mert ki lehet nyitni. És akkor így nagyobb szeret lesz. De mivel most csak simán rántott húst fogunk, nem mondjuk egy töltöttet, amire a nyitott szeret is például tökéletesen alkalmas, azért most csak már egy belül, akkor folyunk kifelé. Aztán kihagyják, hogy hozzá fölgyűjtni. Kifelé elkezdjük így nagyítkozni, mi alapító mozdulatokat. Ennek ugye az a lényege, hogy amiért csináljuk, hogy ne magát a húst mondoljuk szét, úgy, hogy nem működik nagyobbra, nem nő nagyobbra, hanem így, így parcsoljuk talán legkevésbé. Jöttek, kiforfoltuk az összeset, tehát jöhet is anyírozás. Tészt helyett én egy gluténmentes zöldfehérjesztet használom, amúgy a simán helyettesítettük keményítőről is, mert a némeres mindig az olyan sok, úgyhogy tojás helyett egy jó kis növényétel. Tehát csak az a lényege a tojásnak, hogy hozzátapadjon a prézli, jó, mert persze az is, hogy szép hullámos legyen, de hát ez a gluténmentes étkezés helyett, és a gluténmentes főző. Ebből is már rengeteg sok létezik, kérek mivel ide, én most jelenleg ezt a keveréket használom, ebben van minden, még, mit akartam ebben mondani? Cserjúsó is. És kívánok szóval fabírozni. Én semmi sem történt róla. Most. Liszt. Növény felé. Ne bökjük meg a húst. Most is fogjuk belőle az ilyesnék és hús ne dörök. És úgy is közben is érvényes lett. És egy sok szak. Sokkal többet tápolt lenni, mint hogyha a sima zsebemorsa lenne. Amit legtöbb magyar ember a legtöbbször végzett el életében. A panírozás, mert ugye a panírozók nemzete vagyunk.